Na kérem szépen. Piros lámpa, és elkezdjük az idei évet. Nézzük, hogy ki mit vállal el. Hí, de meleg ez a pite! Na! Ne izgasd már föl magad, mert... időskorodra ki fogsz borulni. Alonso! Alonso és Räikkönen elugrott itt ebben a balosban. Azt a mindenit! Új, de megjött! Azt a mindenit, hogy átment Hamilton fel! Azt a mindenit! És már megint ott csimpaszkodik Hamilton hátulján. Hoppá! Jaj, de szép! Tudod, itt nézek, hogy most... Nem... lesz a szivárvány? Na most tegyük meg tétjeinket, hogy kinyeri ezt az autós viadalt. Hát mit tudom én? Hogy... Na! Na és már kezdődik is a Q1. Itt Kínába, Shanghaiba. Szakad az eső. De lássuk, hogy sikerül tovább jutni esetleg. Már van egy 10 rajthelyes büntetésünk. Úgyhogy még bármi megtörténhet. Jó, kerék az oké. Gyerünk a pályára. A drive-out-tal jövünk ki. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire vizes a pálya. Lehet, hogy nagyon brutális lesz. Na. Nekem már tök mindegy, hogy kapok-e penaltit, vagy nem. Ha 12-nél rosszabbról fogok lenni, akkor utolsóról indulok úgyis. Hát ez szépen gyöngyöződik itt a homlokom. Úgyhogy érdekes lesz. Mindegy, a futamon nem fog esni. Aha. Pedig azért az tudna hozni érdekességeket. Valamiért nem tudom, olyan érzésem van, hogy a tavalyi játéknak a 13-as modja sokkal, de sokkal izgalmasabb, érdekesebb, jobb volt, mint a kiadott hivatalos 2013. De most esküszöm, komolyan. Tehát ez semmi. De már most mindegy, hát játszunk ezzel. Csak tényleg itt többen is mondták, hogy a 12-esnek a modja, ami 2013-as mod volt, az sokkal jobb volt, meg minden. Erős sorrend is tényleg nagyon precíz volt, míg a kajaka idők is azok voltak, mint ami a valóságban. De itt nem. Megyünk egy gyors kört, aztán meglátjuk, hogy fog sikerülni. Erre, ha már ketten vannak előttem, abból marhára gyors kör lesz. Az egyik tetveskedik. Mondjuk jó, az nem akadályozott.
Na, az ki lesz. Jaj, ne, Van der Gaard lesz, mert holland zászlót láttam. Hát azért van itt víz gazdagon. Ugye DRS nincs. Kösz, Van der Gaard, nagyon aranyos vagy. Jó, hogy még nem is engedsz el? Aha, még versenyzünk is, értem. Chilton 1.54, hát milyennél azért jóval jobbat megyünk, 49-et, majdnem 50-et. Aztán, hogy ez elég lesz-e vagy nem. Attól függ, hogy milyen intenzitással fog esni még az eső. Na, Best of Lila. Na, eddig. Ez a nyár, piszkos istenik, hát milyen a víz, taucsa, kipörgés, gátlás, talanság. Na, már fejdegel. Na, bejövünk. Egyelőre nem úgy néz, hogy nagyon kiesnénk. Ez egy kurva jó, hogy kim van a 80-as tábla és 100-al jövünk be. Szabad edzésem, mert kim van a 80-as tábla és 60-nal jövünk be. Most ez... Na mindegy, jó, Codemaster. Én nem is hallottam ilyet, hogy hol ennyivel, hol annyival lehet bejönni egy boxba. Én azt hittem, hogy az fix. Kim van a 80-as tábla, akkor nem 20-szal kevesebb, utána meg 20-szal többen jövök be. Tehát ez most mi ez? Na jó, ez csak egy baromság megint. Én vagyok lehet nagyon szőrös szívű. Fog Fettel ment egy 2 másodperccel még jobba. Nem baj. Nézzük, hogy állunk. Kimi ideje, nincs ideje, még megy. Ajaj, Hamilton is bekapcsolta a rakétát. Mindegy, egyelőre második hely, az nekünk tökéletes. Meg tudjuk pergetni egy kicsit az időjárási eseményeket. Szóval akkor hamar le tudjuk a Q1-et. Hát Fettel ment egyfajta időt. Ilyen szárazon ment, hogy mi az Isten? Itt lesznek meglepetések. Nem? Massa. Hülkenberg. Az gyönyörű. Räikkönen éppen bent. Webber. Az is szép. Na hát, Massa Hülkenbergtől... Búcsúztunk, jól látom. Ja, Massa Hülkenberg, köszönjük szépen a játékot. Na, Q2. Még trágyább idő. Fettel, hogy ment olyat? Én nem értem. Na, jó lesz már a szerelkezés.
Azaz, ez tökéletesen jó lesz. Gyerünk, kiflyingolunk egy lapot. Most új motor van egyébként ugye az autóban. Pénteki szabad edzés utolsó percébe motort cseréltettem, amit ugye szabad. Elég el volt használva, két futam alatt 85%-osra lekopott. Úgyhogy most egy 100%-os motorral megyünk. Hát azért 15% lóerő azért, illetve erősség az nem lesz vele rosszabb. Majd meglátjuk, mire lesz elég. Hát igen, a száraz setup betegsége. Olyan finoman nyomom meg pedig a gázpedált, ez mégis pereg. Rosberg bátyánk, elengedsz? Nagyon aranyos vagy, köszönjük szépen. Nagyon óvatosan nyomom a pedál, mert itt ha kipereg, akkor vége. Kidriftel itt a hátulj. Ez úgy leér a segge. Szétrázza a szám. Na, 1.49-es. Reméljük ez már elég lesz a továbbjutásra. Ha meg nem, akkor így jártunk. Majd még faragunk rajta egy kicsit. Menjünk le 49 alá. Az a biztos. Aha, Alonso már válaszolt is. De. Komolyan ilyen terepjáró gumik kellenének ide, hogy kiszorítsa a vizet. Hohoho, már magától kanyarodik be a kocsi a vízen. Akkora aquaplaning, vízátfolyás dolgok vannak itt. Na, hogy? Majdnem. Mit ment alatt? Mi az 1.47? Ez mi az? Jajjaj. Hát ezt az 1.47-et, az hogy böffentette ki az öreg? Hát ez nagyon brutális idő, járási körülmény idő. Hát ez nagyon optimális tényleg. Már 7 tizedet kapunk az első mérőponton.
Az annyira optimális, hogy csak na. Aha. Még ezek a alacsony szárnyálásuk lehet esőben nem az igaziak. Jaj, arrébb jövök már magután, még 10 helyet kapok. Mondjuk így is egzotikus, mert mit tudom, hogy bejutok, mondjuk a Q3-ba, ami mondjuk nagyon rezeg a lét, mert 8. vagyok. De ha bejutok, és mondjuk 10. leszek, akkor 20-ról indulok. Úgyhogy igazából olyan nagy basziszt azt nem csináltam. Nem tudom, hova rohant, egyszer megáll utána. Jaj, anyám. Komolyan megnézem, mit ír az a rohadt tábla. 60-at. Az jövünk be 99-el. Az mi? Anyám! Akkor a izé, a pénteki edzésen csak jó jöttünk be, ha 60-at ír az a tábla. Edzésen meg 100-zal lehet menni. Na hát ez érdekes. Majd ennek utána járok, majd megnézem a futamon, a élő futamon tényleg, hogy mennyi van kirakva, meg milyen, meg mennyivel jönnek. Na, van kemény 6 perc, és még éppen benn vagyunk a top 10-ben. Pergessünk időt. Na, hát a többiek már nem fognak nagyon hepajkodni ott. Most bejutunk. Na? Még megvan. Még mindig. Ez az. Szerintem megvan. Meg. Helyes. Na akkor. Jó van, szereljetek már. Na, már csak Inter. Interes időjárás van. Intermediate tires are your best bet in the current conditions. Na jó van, akkor nézzük meg. Hörögjünk ki mi is. Tényleg elállt. Gyerekek, hát mi ez a nagy sor itt? Menjetek csak gyorsan. Az igen, milyen vonat megy ott. Mindenki kim van szerintem. Remélem legalább, hogy a leglassabb megy elő. Így feltart mindenkit, aztán nekem meg tökéletesen jó lesz. Hát azért sokkal kezelhetőbb így az autó, mint izé, mint az előbb esőbe. Össze-vissza csúszkált eleje, hátulja, közepe, mindene. Na, már szemerkelődik összefele a kamera. Ez sose jó.
Ajaj. Nem tudom, milyen idő lesz. Egyelőre fettem. Na, harmadikok vagyunk. Jó lesz az a beállítás szárazon szerintem. De jó, hogy most a félmezőny meg megállít a pálya közepén. Úgy van. Látom, az AI az megint gondolkodik. Legalábbis az egyik fele. Aztán a másik felének azt mondja, hogy hát én ráhúzom a kormányt, jó van az, hadd menjen el ez. Mondjuk mindegy, mert így nem tartott fel senki. Úgyhogy nincs okom hambogni. Kimi ötödik? Hát ez... Már csak az ő baja. Na? Hát, jobb lett, de... Előrébb nem jöttünk vele. Így meg aztán szerintem főleg nem fogunk. Ajjaj. Ez a nagy megcsúszás. Három perc van átra. Na, bőj! Nem. Jó van akkor. Nem fog már kijönni senki szerintem. Akkor úgy néz ki eddig, így két perccel a vége előtt, hogy a 13. helyről fogunk indulni. Kifogyott. Holnap a száraz idő lesz, remélem azért, hogy sikerül megfogni Hamiltonékat. Egy jó taktikával.
Kíváncsi leszek majd a taktikára. Meg így választható lesz a gumi. Hogy milyen gumival menjünk. És nem tudom, hogy mit ajánl fel, mert hogy tényleg melyikkel kéne elindulni. Lehet, hogy keménnyel kéne kezdeni. Lágy elég hamar elkapott. Szabad edzésen is. A 4-5-6 kör volt bennem normális, volt a többi az ilyen... Jaj. Na mindegy. Megnézem azt a táblát még egyszer. Hát ez szerintem 60-as. Na mindegy. Ennyi volt akkor az edzés. Holnap pedig akkor jövünk a futammal. Hát egy elég nehéz futam lesz. Úgyhogy föl lehet kötni majd a gatyaszt. Nem tudom, fog-e még változni az idő. Nem. Na, hát akkor megvan a harmadik hely, ami ugye azt jelenti így a büntetés után, hogy a 13-ról fogok akkor tényleg valójában hivatalosan is így indulni. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy alakul a futam. Eléggé a húsdarálóból kezdünk, úgyhogy mindegy, egyelőre örülünk. Na, akkor ennyi volt a edzés. Legközelebb jövünk a futammal, addig is legyetek jók. Sziasztok!